sziasztok gyerekek, megyünk újra pecázni, de most a Renault Megane-nal, mert az Audi A8-at sajnáljuk, hogy ilyen helyekre bemenjünk vele, mert ugye azért csak egy drágább autó, mint ez, úgyhogy most a kis Renault-val az... De nem tudják, az megvettük te. Ja, igaz, nem mondtuk nektek, Isten. Bocsánat, hogy megvettük Stefántól a autóját, bocsánat, elfelejtettem, igazad van, megvettük Stefántól magunknak ezt a kis autót szaladgálni. Igen. Ha megyünk pecázni, vagy olyan helyre, ahova ott az autó, az Audival nem szívesen vinnénk be. Mert mondtátok sokan, hogy szeretnétek a pecás videókat, hát igen, akkor... Igen, rengetegen írtatok. Elhozzuk nektek most a mai nap folyamán, kivegyünk ismételten a K8-asra. Hát, ha szerencsével járunk. Így van, úgyhogy tartsatok velünk. Így van. Jövünk, ha megérkeztünk a parton. Hamarosan, ott vagyunk és jelentkezünk be, megyünk nektek. Így van. Sziasztok! Meg is érkeztünk, gyerekek, itt vagyunk. Végre le tudtunk a helyünkre ülni, nem volt itt most senki se. Pakolnak kifelé a többiek. Én meg itt édesanyjuktam, megmutassam nektek, hogy hál' Istennek most nem ült a helyünkön senki, már mióta jöttünk, vagy 10-szer pecázni. Mind a 10-szer ültek a helyünkön. Most hál' Istennek nincs itt senki. A gyerekek ma pakolják kifelé maguknak a plédet, nem jön hozzá pecákat. És most annyi szólnak a gyerekek, mint égen a csillag. Rengeteg most fújtáltam be a gyerekeket. Bedobtuk, itt van Nikikének a botja. Kukoricával pecázunk, méghozzá kifőztük a kukoricát, és nem ettük meg. Nem volt jó ízű. Hát igen, így gondoltam, hogy ára, akkor majd jó lesz pecázni. Úgyhogy most ebben pecázunk. Közben rengeteg. Akkor megjöttünk, kavás van. Csak bevágok neki, megnézem, hogy mi van a forog végén, ha megakad. Jó volt, mint a másik része. Ja, hát elbújt. Aha, emelgeti. Melyiket? Azt a kicsit. Mondjad. Ki? Adjad. Hát már ki van bontva. Tessék. Nem jó kell? Mi újság? Semmi. Bedobtam egy bűnosztályből kaptam. Igen? Nem nézem, hogy be fog szakadni. Rengeteg szúnyog van. Nagyon gyerekek. Sok nyelv befújlak téged is. Azt kell, hogy mondjam. Jaj. Lassan álljunk ki, ne borítsd. Nagyon sok van. Rengeteg. Szerintem most a szúnyogok örülnek. Ez az. Kaja. Úgy képzeljétek el, hogy csalisztam fel, van mi ez a szúrás több helyen? Itt 5 szúnyog, így. Végig. És fújj be magad. Nem fújjam be, gyerekeknek adom. Nem sok van benne. Te kicsit a lábodra fújj. Nem, inkább hajtom. Jó van akkor. Őket fújj be. Na, csak emlékét kell, de fújjam. Van itt kukorica. Niki kell, csak ide van itt egy dobozza. Itt nem kell, itt van. Szórok egy kicsit be. Belül. Hát, hogyha beindulnának. Jó, régen voltunk pecázni, gyerekek. Igen, csak közben... Ó, ne! Na, mit szólsz hozzá? Nem is tudom. Hát, amin szúnyog. Nincs. Szénécsíték az életemet. Na most ezt hogy bontom fel? Kés nincs nálunk. Én nem hoztam. Tényleg? Aha. Esküszöm, nem hoztál? Esküszöm. Azt hittem, te hozol. Hát gondoltam, hozol a kukoricát levágni, nem? Hát meg nézem, hát hogy se van a horgásztáskába hozni. Csak ide adni kike. Még ilyet, gyerekek. Igen? Én mondtam, hogy beakadt. Jelettem neked. Várjál, segítek. Úszom, mert bemegyem, mert azt nem látom, hogy hol van. Jaj. Tessék. Nem, ott van rajta, tessék. Dobd be. Mit csinálsz, Gréti? Figyeljétek meg, ez a peca a legszerencsésebb. Figyeljétek meg, hogy ebben lesz fogva a legtöbb hal. Figyelj, most bedobom, figyelj, megkapni fogja. Figyelj, nézd az úszót.
Újra beakadtál, látom. Hát, kapja. Ma, ugye kapja? Igen. Mondtam. Köszi. Nikike. Nikike, vakad már maga háta. Itt. Na, hopp, máskor is kapja. Ezen viszont hát három szem van. Most te mit csináltál? Te, fiam, te nem állsz ki másból, csak állandóan beakasztod. Megfogod, hogy ki... Hát ez fenomenális, ez a gyerek, gyerekek. El ne képzeljétek, hogy családosan van egy normális pecázás. Itt állandóan csak káosz van. Ne. Nézd meg, mit csinálnak. Közben nekem kapásom van, hát persze. Hajtsátok a szúnyogót a lábatokon, hát mert nem sokáig megy, maradunk mi. Fejlegesítem magam, megyünk haza. Hát hogy lehet ennyi szúnyogot szülni a földre? Ne. Szétzabálnak. Nem fújom be magam. Nekünk van hát a találok valami késnebbe. Mi nem nyújtok le oda nekik a plédre? Szó szerint érted, mint a mágnes, úgy csapódnak a bűrömre. Ezt kapja a kicsit. Hogy kapja. Úgy se viszi el. Ráír kapni. Nézd meg ezt a kést is, ne? Nem látod? Látom, görbe. Ezt hogy vágom bele ide? Hagyj már, de ne szerencsétlenkedjél. Ki? Te. Ennyit a szerencsétlenkedésemről. Na, beltetek, de semmi értelme nem lesz. Mert meg fogunk vadulni a szúnyogtól, én már érzem. Vagy innen így felgyújtok, vagy 3-4 pulóver. Hát pont az van nálam pulóver nyáron. Igen. Én hoztam a gyerekeknek. Azért este hűvös. Azzal fognak jól lakni, hát. Nem ide is dobjál. Na és most ide fog jönni az egész. Teknős béka. Teknős béka, és mi az már? Pirányák. Az a kis hal, tudod? Aminek farka, uszonya van. A farka, hogy mi az? Még rák. Az rák. Mutott az eszembe. Lefújtad őket? Igen. Még a mérkékkel. Na nézd meg, bedobtam a izét. Nézd meg, milyen nagy haljárás van. Mozgás. Hát egyből. Jaj, megyek a fiam kis hűt. Kamerázok? Mi? Állítsd meg nyugodtan, majd jövünk. Na hát, gyerekek. Még eddig semmi. Itt van Emilkének a kis pecájé, Pikikének ott az enyém. Meg van egy spitzbata már bedobva. Most 7 óra van. Tehát most 7 óra van. Egy fél óra múlva, hogyha nem jön, mert mondjál, itt vagyunk már több, mint egy óra szája. Egy fél óra múlva semmi nem jön, akkor megyünk, megpróbáljuk máshol. Így van. Mi? Hát olyan oda megyünk. Hát ott egy ekkora kárász jött. Igen. Mi történt a lábam ma? Megcsípett a szúnyog. Na, hát várunk egy fél órát, gyerekek, hogyha nem történik semmi, akkor megyünk, megnézzük egy másik helyet. Mert eddig semmit nem fogtunk. Semmi, mi kapás sem nagyon volt. Igen, eltelt már az idő is a vetetés után, úgyhogy mozognak a halak. Csak a botra. Igen, meg itt volt egy nagy rablás, nem tudom, hogy folyami harcsa, vagy nem tudom, mi a csuka. A csuka, valami hajcsa a kis halakat. Hát már ideje lenne egy kis... Halat fogni. Ja, egy kis kalandnak, hogy már csergetnénk kifele. De már mondja, fiam. Minket belerántott
kellene folyami harcsa. Ah, hogy ne, hát ez is persze. De kicsit az nem rántana bele. Mi? Tényleg kapásom van. Csak tényleg nem hozik. Azt mondja, az elég kapásom van. Nem köszön látta. Tényleg kapásom van. Nem látod a puly kapáson? Neked is emlékeny. Hát mert látom, fekszik neked ott bent az úszó, azt elkezd rezegni. Lehet valami kis keszeg. Kis halak, hogy budborékolnak. Na hát, ha kifog nekik egy kis halat, vagy egy nagy halat. Nagyon sok folyami rák van benne. Rengeteg. Folyami halat, csak üzébe érkezik. Folyami rák, nem hallod? Ne, ott is nekem is, mert nézd csak. Látod, hogy felgyűjtötte, így felnyomta. Nem, arra figyeltem, de a kamerából eltátszott. Hát, kimondtam, hogy nagyon sok folyami rák van benne, figyeld meg, pont az lesz. Hát lehet ezt, fogod meg. Gyerekek, írjátok már meg kommentbe, a folyami rákot meg lehet enni. De tényleg. Kíváncsi vagyok rá, hogy... Igen vagy nem. Igen vagy nem. Vagy hogy ettetek-e már folyami rákot. De van, fiam. Nézd csak, nézd csak. Látod? Valami piszkálja. Na hát. Majd jövünk vissza, ha lesz hát valami. Várjál már, vagy még várjak? Ki ne nyom már, mert belevágok a vízbe. Na pont, lehet pont, hogy most jön a izé nagy ponty, meg minden az. Na sziasztok, nyomod ki. Pont nem akkor. Nyomom ki akkor. Valami ott, nyomom. Nehéz ez a telefon. Hát igaza van, nehéz, ha van vagy 20 kiló. Hát tényleg van, vagy ne, neki kell. Látod, pont ki nem tett volna kisán, meg akkor nem tudja bemutatni, hogy hogy tud pecázni. Na. Nagyon ugye gyors lepél. Gyors, oké? Okay. Segítsek neked? Hát segíts neki. Én meg utána mennék. Jó, megkapta. Igen. Igen. Húzzuk meg egy kicsit a tiédet, hát ha rákap valami. Én már néztem mindig pecás videókat. Jaj, a kisfiú letöltött ilyen pecás játékot, hogy minél jobban megtanuljon pecázni. Igen, de a télőben lesz jobb. Így van. Hát, ha most meghúztam. De olyan is szokott történni, amikor meghúzzuk egy picit. Akkor kapja utána. Mozunk a csali is, érdekes lesz neki. Nem, 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 azt hittem az enyémben egy értelmes kapás lesz, azért mondtam, hogy várjál. Tudtam, hogy nem lesz semmi rajta. Ó, de hát ez mindent. Orákulum vagyok, nem tudod? Hát, hogy ne. Akkor mondd már, mert azt nézd, azt a morallatot. Na, nem hát már nem csak ott morallik, mindenfele morallik. Nem tudtad levenni. De levettem. Nem, mert már csak a izét, a kört vetted. Tehát így fel izélődött a víz. Megint itt van valami amúgy, cseszteti. Rák, ami más. Valami megint van a körben benne. Picsi meg kell. Emél kifogja az egész rákot a folyóból. Apó, picit megint kör lett. Apó. Igen. Emlékszel arra, amikor hízé a rákból csinált anyu nekünk hízét? Kaján? Uh-huh. Az nem olyan rák. Az csak na milyen rák, tényleg? Garnira? Azaz. Igen. Jó, majd csinálunk, jó? Jó. Na jó, most már kinyomhatod meg. Szemedet nyomom ki mindjárt. Apát, apu. Kire? Majd megraktam ezt. Szerint. Az itt nem lesz valami történni fog. Na mindegy. Kréta magad ül az autó. Rétike bent alszik az autóba. Nem, bent van. Nem alszik? Nem. Ott ugrál.
Na, hol van az hagyugrája? Mind is ugrálni fogunk a másik helyre, szerintem. Hát ennek itt nem sok értelme van. Ez így nem mehet tovább, hogy semmit nem fogtunk, még egy kis keszeget se. Egy kis törpeharcsát se, semmit. Hát, igen. Jó, igaz, de azt nem szeretnénk, ilyen nagyon piciket, de még akkor is legalább. De még akkor is lenne kapás, nem? Ja. Hogy fogtunk volna valamit legalább. Na jó. Majd jövünk vissza, ha lesz valami. Így van? Igen, most már kinyomhatod. Kinyomom. Rendben. Nem nyomtad ki? Ja, jó, kinyomom. Amikor szólok, akkor nagyon nagyot takasszál be neki, hatalmasat, mert elmegy, oké? Okay? Inkább te be valami folyami harcsa rá mehetett. De meg kell tanulnod. Tehát, hogy indulva. Izgulsz? Nagyon. Vigyázz, mert ha nagy, beránt. Elvisz. Kap te fog ki. Nem, meg kell tanulnod. Nagyon keményebb kell rám tenni. Ilyet. Olyan, hogy ebben látok, mint egy bika. Hát, akkor megmutatod neki, hogy ki a kemény. Ki a Károly. Hát, tartsa már így benne engem. De hogy vissza, adok én neki, így kupán vágom. Apu, a sós vízbe kifognál egy cápát. Mi? A sós vízbe kifognál egy cápát. Igen. Valaki már fogott, már néztem. Egy sós vízbe kifognánk egy cápát, és főznénk belőle pörköltet. Igaz. Hát te ettél már? Hát ettél már pörköltet cápából? És lehet belőle csinálni. Hogy miért mondta, hogy csak külön van folyami harcsa? Csináljál már te cáparántott húst, cápást. Fogjál cápát, hát. Olyat még nem, olyat még nem ettünk, nem? Nem. Na hát akkor cáparántott húst. Cápa. De itt nincsen. Ez nem is sós víz. Hát ez az... Hé! Sót kell beleraknod, de akkor sós lesz. Mi is raknak bele cápát. Hát szerinted abba a tengerbe mit raknak? Sót raknak bele, ebbe meg cukrot, ez azért édes víz. Az meg sós víz. Hát sót raknak bele, nem érted, agyas? Már elment. Elment? Nagyon. Neked, jó? Új, Istenem, poppant a bot. Tényleg? Igen. Rajta volt. Valami volt. Lehet, harcsa. Na jó, pakoljunk innen el, én azt mondom nektek. Mert ez így nem állapot. Megyünk a másik helyre. Addig még pakolunk. Addig visszadobom még hát, hogyha netán. Ez a te hibád, hogy nem fogtál semmit. Figyelj, nem jó most a hely. Az a helyzet. Na, pakoljunk összefele. Pakolom, gyerekek. Majd jövünk. Szerintem az újra mi lehet-e? Ó, Istenem. Hova dobtad? Leszakadt. Rádobtam a nádra. Minek dobtam már be? Na most jó úgy. Olyan berázottál. Á, be van akadva. Mit fogtál? Emil, fogtál valami? Úristen, egy nagy fadarabot. Dob vissza. Ez igen, ez kemény. Megnézzük ki nevet a végén. Ez kemény volt. Na menjünk, mert lemegy a nap. Na még ide bedobom csak. Na, pakoljunk addig. Na, majd jövünk. Na, gyerekek, eljöttünk most meg ide a kösejre. Megpróbáljuk itt, hát ha lesz kapás, eddig még nem volt semmi itt se. Vagy neked volt kapásod? Hopp. Nem jönnek most kapásod. Na, hát ha lesz valami, gyerekek. Miért csak? Nem jönnek. Már a nagy botot nem tudtuk berakni, mert itt sok a fa. Igen, itt nagyon sok fa. Levetted? Nem tudom. Még közben egy kikét is néztem. Nézd? Az milyen hol? Hakas. Ez Sony Ericsson. Honnan tudjam, fiam? Az nem, ez még a sodrás. Nem tudom vinni, nem? Nem tudom. Nagyon így áll az úszó. Furcsa.
Az a baj, itt annyira nagy a sodrás, hogy nehéz megállapítani a kapást. Igen, hogy most be van akadva, figyeld meg. Behát. Nem. Megnézem azt is, hogy nem jó. Nincs beakadva. Mi kéne, ha mit te pacálja. Hát ide nem etetünk be. Te túl nagy a sodrás, nem? Beetetni? Nagy a sod. Nem tudom, fiam. Ha nem jön semmi, akkor nem jön semmi, nem tudom mit csinálni. Nem tudom. Haza! Hogy csak magad jön? Mi az? Az a sodrás. Közben annyi szónak van itt, hogy kiszívják az egész vérünket itt. Nem tudom, minek teremtették meg a szúnyogokat? De tényleg annak semmi értelme a szúnyogoknak szerintem. A kiszívja az egész vérit. Na, tényleg most Nikikének kapása van. Neked is szerintem. Ha úgy láttam volna. Na, ezt mindjárt el fogja vinni. Nagyon úgy állt az útszónak a vége, mint hogyha tudod, mindjárt leviszi el. Igen. Más nem a sodrás elviszi. Igen. Nem, ilyen neked nem viszi? De melyiket? Hát a kéket, a fiújét. Nem tudom. Most a Nikikének a botját figyelem, mert azt nagyon rafináltan kapkodja valami. Szerintem valami rablóhal. Nem megy ezik a rablóhal. Fiam, a rablóhal nem megy rá. Most mondta, benne van a nevük, hogy rabló. Tehát fiskalakkal táplálkozik. Igen. Nem kukoricával. Na? Na? Lehet kárász, lehet. Vagy ez a paptető, tudod, itt sok van az belőle. Tényleg nagyon sok van, igen. Piros hal? Igen. Az izéj ányom az. Na nézzem meg a fiújét. Mi az? Semmi. Melyik az a hal, az a piros hal, amit a medve eszik? Lazac, azaz. Az is csak külföldön van járni, úgy nincs csak lazac. Az van ebben nagyok. Lazac ott alatt. Meg a mézet is megeszi a medve. A jeges medve az mi? Hát a jeges medve mit eszik? Ideget? Jeges medve. Ilyen bőrét is csípik a szúnyogok. Jó, hát várunk valameddig, ha nem jön, akkor megyünk. Hajtsátok magatokról, az a szúnyog spray nem sok minden. Azt nézd meg, ne. Lette. Lette. Biztos itt is a rász, mert a dugik vannak, adjatok valamit. Várjál. És mennyi ilyen vízipók van itt? Kösz. Milyen vízipók? Azok ott, vízipók. Vízipók, csodapók. Majd bekapcsolom nektek azt a mesét, az nagyon jó mese. Vízipók, csodapók. Gréta az rajzó közben. Ki? Gréta. Az nézik. Gréta rá. Mi az? Hát akkor azt kapkodta, hát szerintem a rák. Lehet.
tuti fix. És már megint ott van, úgy látom. Lehet pont egy rákfészekbe dobtak be. Hát lehet. Rák család. Lehet egy kis rák. Erre tényleg utána fogok járni, hogy azokat a rákokat meg lehet enni. Kíváncsi vagyok. Szerintem meg lehet enni, csak nem tudom miért, de azok a piros rákok sokkal jobb. Hát de lehet ezt is belerakod a vízbe, ez is piros lesz. Á, nem, hát az se piros. Vagy ja, de van piros. Micsoda? Szóval. Ja, az nem, az más. Mi az a hosszú, ami a Tesco-ba kapható, és van hozzá mártás? Garnier, nem? Itt van a hal. Teknős béka. Na hagyjatok békén. Ja. És nézd meg a rózsaszín botta, milyen jó flexele. Apu. Apu, jó lenne, ha megfőznénk ezt a... Fú, ne. A kínaiak eszik ezt. Ah. És várjatok. Ez hova kap? A kezébe. Úristen. Mibe volt az indulva most nagy halat fog? Fogtam. Azt nem tudom, én nagyon undorodok ezektől a nagy teknős békáktól. Ne, ne, ne. Meg ne harapjon. Képes. Megharapni. Apu, bebújt a házába. Hát, fél, szegény. Anya, ez nem kicsi? Hát, ez nagynak számít már szerintem. Nem, ezen semmi kopás nincsen. Hát azt hittem, hogy valami nagyobb. Nagyon cuki. Anyu, miért nem főzzük meg a teknős békát? Mert nem vagyunk kínaiak azért. De meg lehet főzni, de nem úgy, nem nyersen. De meg megennéd? Aha. Hú, én nem. Én igen. Én nem. De hogy ennéd meg? Hát ezt nem szeret ki, bazd meg. Nem tudod? Nem. Ez én botó. Na jó, felmegyek a csipeszért, gyerekek. Na, sikerült. Sikerült. Itt van. Kis teknős béka, engedd el a marra. Majd elmegy. Most fél. Na, hogy gondolkozzon, hogy most mit jelenti. Nem megy? Nem még. Kati, kapitális szúnyog invázió van. Az biztos. Miért jutottad bele? És nézd meg, ne. Kajakra... Rengeteg szúnyog van. Nem, kajakra esznek a szúnyogok. Miért nem jutottad bele? Harapnak. Szó szerint. Anya, szó szerint így szaladgál le ide. Jó. Na, 10 perc, és megyünk. Még mindig félem. Azt hittem, hogy gyerek megijedtem. Szúnyog volt. Ez volt a békuci. Csak a fejét merte még eddig kinyújtani. Hát, ha az elindul, fél. Abból a vízbe. Ennyire sok kot kapott. Nála Gréta, mert belesen a vízbe állni. Jó, megállította a videót. Mindig ezt csinálja velem folyamatosan. Na, ahogy visszadobtuk a teknős bikát, mi is megyünk, hogy gyász, én már nem csinálom. Hát, rengeteg szúnyog volt. A gyerekeket nem tettem meg sán. Nem fogtunk semmit, el kell fogadni, az kész. Ennyi volt, majd legközelebb. Nyakad is tiszta piros. Jó, itt hagyom a botokat is, addig csinálod. Tényleg. Menjetek felfel a gyerekek, üljetek az autóba. Gyertek, segítek nektek. Na. Sziasztok, gyerekek, hát ez ennyi volt. Ennyi. Várj, Agrit, azt tedd le majd én.